ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Most kell bemondanom a nevet, de hát gondban vagyok, mert én Szilágyi Istvánként ismertem meg azt a fiatal embert, aki itt ül velem szemben, de hozol egy könyvet, amin viszont Wolf Pista van. Szevasz, hello! Szia. Melyiket használod? Szilágyi? Mondhatjuk, hogy te vagy a Szilágyi István, vagy inkább maradjunk a Wolf Pistánál? Ez a csúf nevem a Wolf Pista egyébként, ez munkacím volt a könyv elején, és egy nagyszerű kolléganőm, akivel farkasokat neveltünk, ő kezdett el így hívni engem, és kiejtettem a számon, és akkor a könyvkiadó megragadta az alkalmat. Mert amikor is szóba került, hogy jön egy könyv, Wolf Pista, én nem tudtam, hogy ez rólad szól, vagy hogy ez a te könyved, és aztán amikor megkaptam, hát mondtam, várjál már, hát a borítól látom ezt az embert, én ezt 1000 éve ismerem. De még soha nem beszélgettünk ennyire hosszan rádióban, hogy megtudjam azt, hogy neked ez az egész, hogy te a farkasokkal foglalkozol, ez honnan jön, mióta foglalkozol a farkasokkal, miért pont a farkasok? 12 éve kezdtem el az első farkasfalkával foglalkozni, és azóta egy Predator programot nyomunk a Veresegyházi Medve otthonban, de hát ez az kellett, hogy megépüljön annó, és egy nemzetközi szervezet, a Veresegyházi Önkormányzat és az alapítványunk, ahol én dolgozom, ez megépítette a világ negyedik medve otthonát Veresegyházban. És akkor ott voltak medvék, célirányosan 18 háztáji medvének épült meg, és a későbbiekben két... Bocsánat, várj, ilyenkor közbe fogok kérdezni, háztáji medve? Hát a háztáji medve azt jelenti, amikor emberek bolondá válnak, és úgy gondolják, hogy medvével akarnak együtt élni, és egy nagyszerű, már Isten nyugosztalja, az örök vadászmezőkön rohangál a medvéi között, Kósa József a Gödöllői Mafilm telepen. Az ő farkasait lőtték le egyébként éles lőfegyverrel a Kőszűember fiaiban, hogy motiváljam a hallgatókat, és ő felvásárolt 18 háztáji medvét. Minden rendes, böcsületes magyar állampolgárnak volt medvéje anno, és hát így került Kaposvári cukrász medvéje, Csömöri milliárdos medvéje, tehát több Kati és a Kerekperec együttes medvéje is oda került annak idején. Tehát ezek olyan medvék, akik együtt éltek valahol egy családdal, de hát értelemszerűen az a medvének nem biztos, hogy annyira jó volt, ugye? Hát a medvének nem volt jó, ma igen szerény körülmények között tudták tartani, illetve elkezdtek félni a saját medvéktől, a medvére jellemző, hogy megnő. Tehát pici bocsként cuki, aztán amikor kinövi a ketrezet, és a családot nem engedik ki a lakásból, és hát így Kósa József felvásárolta őket, és ő elkezdett annó filmezni már mesefilmekben a medvékkel, és hát ő egy nagyon egyszerű, nagyon tisztességes gondolkodású ember volt, úgy gondolkodott, hogy ha egy filmben szerepeltem egy medvével, és veszek még 18 medvét hozzá, akkor majd 18 filmben fogok. Hát egy furcsa ember volt, sok lábszártörése, arcsontörése volt, nem volt egy tipikus állatkoordinátor, ugye mai világban így hívják a filmes. De ezek a törések a medvék által? Hát volt, amikor a medve megcibálta, megdobálta őt, igen. Tehát háztáji medvékkel indult el a Veresegyházi medve otthontól. Egyébként ezek olyan medvék voltak, akik láttak már közelről embert, és nem akarták ezeket az embereket feltétlenül megenni. A medve nem eszik ember, csak Hollywoodban ezt el szoktam mondani, de viszont lecsapja a hülye ember, de hát a hülye embert megrázza a kenyérpirító is, azt a barna és zöld vezetéket a földdugóba köti, tehát a medvék azok nagyon jófej, normális állatok, csak ugye nem szeretik a médiát, mi szeretjük a médiát, vagy lecukizzuk, átesünk a ló túloldalra, vagy pedig nagyon félünk tőle. Hát igen, és az van, hogy én ezt szoktam mondani a gyermekeimnek is, meg általában, hogy az állatokkal nem az a gond, hogy az állatok minket bántani akarnak, hanem csak lehet, hogy jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, és néha az esetek nagyobb többségében sokkal erősebbek, mint mi. Szerintem velünk emberekkel van mindig baj, tehát azért évi 3500 kutyaharapás van Magyarországon, nagyon sokan haltak meg kutyatámadás következtében, tehát sokan nem értik a saját társállataikat, és hát akkor a vadállatokról szóló filmeken növünk fel, és akkor azt hiszük, hogy még a masszájok olyan boldogan rohangálnak és ugrálnak a sátor előtt, és már Afrika is másról szól. Na jó, térjünk vissza a farkasokhoz, jó? Mert ugye a Veresegyházi medve otthonban van a farkasoknak egy külön kifutója. Ezt jól mondom én? 1,2 hektár, az 2000-ben került átadásra, 98-ban a medve kifutó, és hát oda lehetett hozni Magyarország összes nem kívánt farkasát, úgymond, akiket állatkertben tartottak. Nem egy népszerű állat a farkas, egész nap fekszik, éjjel aktívabb, nyüvesedik, legyek köpik a húst. Ugyanakkor a Kósa Józsefnél is voltak
elhelyezve farkasok, mert sokan úgy gondolták, hogy egy ilyen 30 ezer éves evolúciós időugrást végrehajtanak, és próbáltak otthon okosban mókolni farkast, és aztán nem engedtek ki a családot a kertbe. A farkas nyilvánvalóan a kalandfilmeken felnőtt emberek egy ilyen vadállatot látnak a farkasban, aki képes, a falkában mindenre képes. Én ilyennek ismerem a farkast, mert hogy én is kalandfilmeken nőttem fel, és azt láttam, hogy a farkasok aztán tényleg mindenre képesek. Te viszont olyan bátran mész a farkasok közé, mint hogyha te egy lennél közülük. Én erre azt szoktam mondani, hogy a farkasban benne van mindaz, ami bennünk már emberekben egyre kevésbé. Ez az összetartás, és képesek vagyunk mindenre. Ezt jó lenne azért visszanyerni, de szerintem én félek a legjobban a farkasoktól. Tehát aki 12 éve velük van, tudom mire képes. Ő nem harap, ő letép egy testrészt, és ráadásul itt imprint farkasokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy bevésődés. Hát ez szocializáció nálunk ember világban, amit a nagymama fejez be vidéken, amikor a pesti tápos gyereket le kell vinni, hogy hízlalja fel a nagy. Ugye, mert pesti szülő nem jól eteti. Ez imprintáció, és ez pici korban kezdődik, és innentől kezdve válik veszélyessé a történet. Hiába TikTok, Instagram, meg Facebook, ott azt látjuk, hogy emberek barátságban élnek vadállatokkal, de én azt mondom, hogy ember és vadállat között nincs barátság. Tehát egy tisztelet kell, hogy legyen az ember részéről a vadállat felé, hogy ő meg, én tisztelem őt, és ő beenged a kifutóba. És hát bennünk normális világban egy vadállat fél az embertől. De hát tudjuk, hogy a világ már egyre furcsább, emberek is úgy gondolják, hogy kézből akarnak etetni állatokat, természetfilmeket nézünk, és hát másfajta gondolkodásunk van. Azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon romantikus történet. Wolf Pista a vendégem, aki becsületes nevén Szilágyi István, én így ismertelek meg, és most ugyanoda vissza akarok kanyarodni, vagy szeretnék kanyarodni, ahonnan elindultunk, mert én azt gondolom, hogy még nem kaptam választ, de ez nevet szemrehányásnak. Hogy az ember hogy kezd el a farkasokkal foglalkozni, és te egyből elkezdtél a medve otthonról beszélni. De nyilvánvalóan, amikor te 11-12 évvel ezelőtt elkezdtél foglalkozni, akkor te már egy régen felnőtt ember voltál. Tehát honnan jött az inspiráció, hogy én most a vadállatokkal fogok foglalkozni, abból fogok megélni, hogy őket, nem tudom, velük dolgozom. Becsatlakoztam, árván maradt néhány farkas, és 8 farkast a kollégáimmal próbáltunk életben tartani. Na de ez érted, hogy a kollégáit, hogy te mit dolgoztál előtte, hogy pont neked jutott ez a lehetőség, hogy farkasokkal, medvékkel foglalkozhatsz. Hát elég bolond voltam ahhoz, hogy ott jól éreztem magam, és hát ez annak is köszönhető, hogy nagyon sok időt lehúztam az állatvédelemben, és hát elegem lett belőle. És na bocsánat, itt viszont megint közbe kérdezek, hogy elég sok időt lehúztam az állatvédelemben. Ez mit jelent az állatvédelem? Mert sokan gondolják azt, hogy én védem az állatokat, én nem eszem állatot, stb. Tehát, hogy nyilván a Bodzoli is állatvédő azzal, hogy megmenti az állatokat azoktól az emberektől, akik rosszul tartják őket. Tehát, hogy az állatvédelem az egy ilyen nagyon tág fogalom. Mit dolgoztál, hogy dolgoztál? Egy alapítványnál voltam kutyasétáltató, és hát szép lassan átvettem azokat a munkákat, ami ezzel jár, és nagyon sok szélsőséges állatkínzásos esettel találkoztam. Hát ez egyfajta árnyékban járás, és ez egy segítő szakma, ami szép lassan megeszi az ember életét, és mentálisan, lelkileg, fizikálisan vagy anyagilag tönkre megy. Az állatvédelem sajnos még manapság is egy életérzés, én ezt úgy hívom. Nem szakma. Előbb-utóbb szakma lesz majd 5-10 éven belül, mert kész tananyagok vannak. De ez azt jelenti, hogy nem lehet belőle megélni? Így érted, hogy nem szakma? Amikor én elkezdtem, akkor nem volt ilyen, hogy megélhetési állatvédelem, egész egyszerűen mindenki család, munka, gyerek mellett végezte, és én egész életemben egy böcsületes munkát végeztem, és mi volt az? Hát én egy biztonsági szolgálatnál dolgoztam, és gyakorlatilag ők tették lehetővé nekem azt, hogy a beosztásom mellett tudtam szabadidőt szánni, illetve a medve otthonban is dolgoztam, tehát elhelyezkedtem ott, mint farkas és medve pásztor, és akkor kezdődött ez a farkasozás, amikor az ember hazavisz egy tálca farkas, mint egy tálca tojást a piacról, és akkor megpróbálja őket felnevelni, és hát Dömötör Dórával, párommal kezdtük be elszoptatni őket otthon. Viszel egy bála szalmát haza, mert szobatisztaság az nem létezik, nem létező fogalom. Na jó, most akkor megint egy pillanatra zárójelet teszünk, megállítalak. Dórával mi együtt dolgoztunk nagyon régen egy Danobius nevű rádióban, és hát már akkor is feltűnt, hogy ő mondjuk kirja a többiek közül, tehát hogy nagyon eltérő volt a gondolkodásmódja egy átlagos embertől.
De azt gondolom, hogy amikor te hazaállítasz egy falka farkassal, akkor azért az ember, még ha másképp is gondolkodik a világról, csak meglepődik. Nem lepődött meg, mert a Dóra egy jól fizető Danubiuszt hagyott ott egyébként az alapítványunkban meghirdetett állásért, tehát azért itt elmondhatom azt, hogy zsák a foltját. Ja, hogy megtaláltátok tehát, egymást. Abszolút, abszolút, és én azt mondom, hogy ő jobban ért hozzá, mint én, csak ő sokkal introvertáltabb, mint én, nekem meg muszáj beszélni a Predator program miatt az emberekhez. De mind a ketten azért csináltuk egyébként, hogy egyfajta nyugalmat, egyfajta különlegességet ad ez számunkra, nem kifelé a külvilág felé. Mert azért eléggé elborultnak kell lenni ahhoz, hogy az ember 15-20 farkas közt jól érzi magát, vagy 30 medve között, és az az ő világa. Az első farkas falka, akit te hazavittél, gondolom ők kölykök voltak, az honnan lett? Honnan kellett megmenteni? Mi volt az ő történetük? Volt szabad szaporulat a medve otthonban, és akkor úgy volt, vagy árván maradott farkasokat vittünk haza, vagy pedig úgy volt, hogy állatkertbe kerülnek, és akkor későbbiekben lemondott róluk az állatkert, és ha már kivettük őket, nem tehetőek vissza a falkába, és akkor megpróbáljuk őket imprintálni, és ők is úgynevezett saját fajuk nagyköveteiként ott szereplői a Predator programnak, mert ha már ilyen jól csináltuk, akkor kitaláltuk azt, hogy akkor kommunikációt végezzünk, egyfajta társadalmi konfliktus kezelést, mert a farkas egy nem kívánt faj egész Európában, ugye ennek szubkulturális gyökerei vannak, hiszen én a Grimm Brothers formációt tartom nagyon hibásnak, a Grimm testvéreket, akik 1710 környékén megalkották a Piroska és a Farkas rémmesét, és ugye ez is egy ilyen tudományos mese tulajdonképpen, mert bekapja egyben nagymamát meg Piroskát. Nem azzal foglalkozunk, hogy mit keres a vadász a nagymamánál ugye későbbiekben, de megszomjazik a sziklakertre, amit a gyomrába tesznek, és hát akkor ott van még a három kismalac házikóját elfújja ugye a gonosz farkas, aztán igaz, hogy disznótor lett a három kismalacból, de hát ilyen szubkulturális történet. De tényleg a farkas az mindig valahogy a gonosz. Tehát sosem a jó szerepében tűnt fel a farkas azért, a mesékben. Azért javítok ezen, tehát azért az Alkonyat vámpírnaplók farkasbőrben sorozatokat azért a hölgyeknek találták ki, tehát ott milyen jó pasik változnak át farkasból emberbe, emberből farkasba. Tehát ez a hölgyek szívcsakráját nyitogató sztori, ez emelte a farkas. Igen, de a farkas ember is, mint történet, hogy az ember éjszaka a farkassá válik, önmagában az is egy rémtörténet, egy horror sztori. Most aztán persze forgattak ezen a sztorin, de hogy tényleg a farkas önmagában, ha megjelenik valamiféle ilyen hogy mondja, irodalmi műben, akár ez mese, film, vagy egy regény, vagy egy iromány, akkor általában, főleg a múltban nem feltétlenül pozitív szereplő volt. Abszolút nem, ugye, és ugye hát Teli Hold és a farkas, ugye hát mikor megy ki az egyszerű ember az erdőbe, hogy ne fejje le a fákot, Teli Holdkor is láttunk egy hegygerincen tutuló farkas Teli Hold mögötte, és akkor ezt összekapcsoltuk, és csodálatos formáció lett ebből, hogy vámpír lesz belőle, vagy vérfarkassá válik. De miért pont a farkas találták így meg erre a negatív szerepre? Mert világéletében mellettünk élt, hiszen ő általuk lehettünk ilyen sokan szerintem, mert ugye a vadászat segítő eszközévé váltak ezelőtt 30 ezer évvel, amikor a nagy Big Wolfot hazatoltuk. Ugye az nem volt már se farkas, se kutya még nem volt, és ővele lettünk sikeres vadászok, hiszen az első vadászkutyák. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az ember mindig is valahol használta a farkast, volt köztük kapcsolat, tudta nevelni? Nevelhető a farkas? Nem, a farkas nem nevelhető, de a későbbiekben a domestikált, úgynevezett lebutított farkas, a kutya az igen. És hát lebutított farkas a kutya. Hát én ezt így hívom, igen, hogy lebutított farkas. Igen. Én gyerekkori emlékeket hozok, hogy a német juhász, meg a farkas kutya, az nekem nem, tehát nem volt egy kutya. Tehát a farkas kutya. Azt gondoltam mindig, hogy hát az régen az ősei farkasok voltak, de akkor ezek szerint én ezt jól gondoltam. Jól gondoltad, persze, csak azért azt vegyük figyelembe, amikor 30 ezer évre visszanyúlunk, és a nagy Big Wolfot hazavittük pici formációban, 8 napos, 10 napos korban,
Szerintem simán a szakadékba dobta volna magát felnőtt korában, ha tudja azt, hogy mondjuk 30 ezer évvel később mopszokat tenyésztünk, akik abszolút légzés problémás, gyakorlatilag arccsont nélküli állatokról beszélünk, vagy angol buldog. Nem akarom bántani ezeket a fajokat, de hát az ember sokszor és ők is a farkas leszármazottja. Minden kutya a farkas leszármazottja. Wolf Pistával ülünk és beszélgetünk. Nagyon érdekes, ahogy te beszélsz a farkasokról, ahogy foglalkozol a farkasokkal. Arra nem tudom, te tudsz-e válaszolni, vannak-e ilyen adatok, hogy hány szabadon élő farkas van Magyarországon? Vannak-e egyáltalán? Vannak, természetes formában átjöttek szlovák importból, ugye ott vannak összefüggő erdőségeink, nem szeret kimenni nyílt terepre. Szlovákiában sok van, de ahhoz, hogy ide jöjjön a farkas, ahhoz három prioritásnak kell megfelelni az országnak. Na. Hát egyrészt ugye van egy vadgazdálkodás nevű tudomány, amit tudom, nem szeretjük a vadászokat, mert lelövik Bambit az erdőben, lelövik a kóborkutyát, de azért az tény, hogy Magyarország élen jár egyébként a vadgazdálkodásban, tehát nyugati országban sok hét konganak az erdők az ürességtől, tehát kaja van bőven. Ez egy prioritás egy ragadozónak, egy csúcsragadozónak. A nyugalom az tehát egy fontos nem a, dolog. Nem a háztáji csirkékért jön a farkas, vagy a... Nem az ember miatt, hanem a vadak miatt jön ide. A vadállat állományunk nagyszerű, csodálatos génállomány, aztán a másik prioritás az, hogy nyugalom legyen, fokozottan védett, hiúz, medve, farkas, ugye van még a rozsomák, az alaskandinávok viaskodnak, és hát ami fontos, hogy ne külön lány és fiú osztályok jöjjenek, hanem vegyesben, tehát nőstények, hímek, és hát a párzási ciklus az január-február, és már Magyarországon a sokadik farkasfalka megszületett, kölykök, nem tudni, hogy mennyi van egyébként, tehát nincs tornasor, becsült adatok vannak, kamerázás van, véleményem szerint előbb-utóbb azért GPS jeladóval el kéne látni őket, hogy a mozgásukat lássuk, de most már az emprémben is ott vannak. Meg kell tanulni védekezni, nincs mese. De ők veszélyesek? Vadállatok, a farkasok? Kerülik az embert, tehát normális világban a normális embert kerülik. Az erdőben sétáló kutyást mondjuk nem, mert nekem még nem árulták el miért, de 12 éve nem sikerült kicsalnom belőlük, de ők megeszik a kutyákat. 10-ből 9-et biztos, hát az inuitok mit csináltak régen? Kiraktak a jégmezőre 10 tüzelő szukát, abból 9-et ragyogóan megettek a farkasok, egyel viszont szaporulat született, és ezekből lettek a jó munkakutyák. Csak ott ugye nagyapáról fiúra, unokára szállt ez a tudomány, hogy hogy kell ezzel az állattal bánni. De az... Minden kutyát megesznek? Tehát, hogy most a nálatok betévedne véletlenül a medve otthonba egy kutya a farkasok közé, akkor... Megeszik. Tehát, azok a farkasok megeszik. Is megeszik, akik már le vannak butítva. Aha. Így van. Hát akkor... Nem véletlenül nem lehet oda kutyát bevinni. Be lehet hozni kutyát. Tényleg? Meg, hát igen, egy különleges hely vagyunk, be lehet hozni, de egy érdekességet azért elmondok. Na. És ugye nincsenek alapkutatások, ami a farkasokat illeti. Például én azt figyeltem meg a 12 évem alatt, hogy például vakvezető kutyákra nem mennek rá. Tehát a fegyelmezettség jeleit mutató kutyákra nem mennek rá. Tehát voltak nálunk vakvezető kutyák, voltak nyomkereső kutyák, képeztek nálunk úgynevezett ilyen büntetés végrehajtás kutyáit, és azokkal teljesen normális viszonyban voltak. A többi viszont préda. Ez érdekes. Nagyon komoly energiákat. Ezt sikerül megfejteni, hogy ez... Igen, ők energiákat nagyon erősen érzik. Egy másik dolog például, ha szabad említenem, például azok az emberek, akik küzdősportot végeznek. Bármilyen formában, bármit, azokkal az állatok nagyon-nagyon komoly testi kontaktusba akarnak kerülni. Ez azt jelenti, hogy régen be lehetett hozni hozzá. Meg akarnak küzdeni a... Nem, az energiáikat átvenni. Tehát egy küzdősportot végző emberről ők megérzik, hogy ő neki más a kisugárzása, és jártak nálam külföldi, illetve hazai küzdősportot végző szakemberek, és csodálatos élmény volt nekik, érzik rajtuk az alázatot, tiszteletet, hiszen tudatában vannak, hogy ők nem kutyánkhoz jönnek be, ugyanakkor a farkas is érez valami megmagyarázhatatlan dolgot, és a testfelület... És nyilván csak te veszed észre, hogy másképp viselkednek vele. Úgy viselkednek másképp, hogy a minél nagyobb testfelülettel az emberekhez hozzáérjenek, amikor leültettük őket a földre, és a hátukhoz oda dörgölöttek, és hát gyakorlatilag minél nagyobb testfelületi kontaktust vegyenek át.
kinyerik belőlük az energiát. Valami történik, de hát nincsenek alapkutatások e tekintetben. Szilágyi István, vagyis Wolf Pista a vendégem. A Veresegyházi Medve Otthonban található farkasokkal foglalkozol. Medvékre külön ember van, vagy a medvékkel is van dolgod neked? Hát én most hétvégenként tartom a Predator programot, de régen a medvék közé is bejártam, és hát három testvérmedve nevelésében vettem részt, és az utóbbi még pandémia, de egy évvel ezelőttig egy Lilu nevű medvét neveltünk egy kollégámmal, Viktorral, és őt imprintáltuk, ő árván került oda, és egyfajta medvés bemutatót is tartottunk, őt 3 éves korig neveltünk. Hozzáteszem, ő volt szerintem a világ egyetlen olyan nőstény európai barna medvéje, amelyikkel ember egy jó viszonyt tudott kialakítani. Az európai barna medvével nem nagyon, főleg a nőstényekkel nem nagyon lehet. Tehát a filmekben is mindig hatalmas nagy kodiákokat vagy kamcsatkai medvéket alkalmaznak. Sokkal könnyebb velük foglalkozni. Nyugodtabb a habitusuk. A Predator programot már többször említetted. Mit kell tudnunk a Predator programról? Mi ez? Te találtad ki? Átvettétek valahonnan? Honnan jön? Ez egyedi, kitaláltam ezt a szót, és a Medve Otthon első igazgatója ugye lehetőséget adott arra, hogy bemenjünk és megtartsuk, és hát egyre nagyobb érdeklődésre tettünk szert. És de mi ez a program? Ez gyakorlatilag mindig alkalmazkodom a látogatókhoz. Tehát egy-két kérdéssel lemérem, hogy ki mennyire motiválható, és akkor egyfajta, most már stand-up-olok, most már magamat szórakoztatom, tehát néha magamnak is mondok új dolgokat, én vagyok a helyi Pinocchio, de nem, tényleg készülök azért aktualitásokkal, figyelem a nemzetközi kutatási eredményeket, és próbálok egyre szélesebb spektrumban mozogni, de az embereket érdekli, és talán hiteles az ember azáltal, hogy ott a farkasok szedik le a zsebéből a kaját és egyebek, tehát bent a farkasokról beszélek kifelé, és ez az embert valahol talán hitelessé teszi. Hány farkasod van, vagy hány farkasotok van? Nem tudom, melyik a jó megfogalmazás? Tied a farkasod? Nem. Állami tulajdon, mert fokozottan védett csúcsragadozó. Jelen pillanatban 9 farkassal tartjuk a Predator programot, de külön szeparációban vannak, most már külön raktuk őket, korcsoport szerint. A legöregebbek 12 évesek. És ők egymással milyen viszonyban vannak? Hát a farkasok egymással ugye territoriális viszony van, tehát nem nagyon szeretik, hogyha a másik oda megy a kerítéshez, de úgy egy családon belül mondjuk van egy érdekes brigádunk, ők ott 2 nőstény és 1 hím van, és hát ugye, mint az ember családokban, a nőstény a vezető. Kicsit pokol az élete annak az egy hímnek, és hát gyakorlatilag a Predator programot ilyenkor mindig megragadom, hogy ez gyakorlatilag embermese, mert én a farkasok által beszélek az emberekről, amire szerintem az embereknek szükségük van. Hát kiknek mesélsz? Gyerekeknek, felnőtteknek, iskolás csoportoknak? Ki az, aki érdeklődik? Hát ugye főleg gyerekkel jönnek. Uh-huh. Ugye hétvégi programról van szó, ugye vásárolnak. Tehát családok jönnek? Családok jönnek, de vannak célirányosan, akiket már ismerős arcokat látok, akik már 5-6 alkalommal voltak, és akkor kicsit zavarva vagyok, mert ugye el kell mondanom ugyanazt, amit korábban, de azért mindig frissítem, és valami mást beleszövök, de elég jó az érdeklődés, és én azt hiszem, hogy meg tudom azt a hangot ütni, hogy az emberek ott maradnak, és jó kérdéseket tesznek fel. Próbálom a nőket emancipálni, például most mániákusan emancipálom a hölgyeket, hogy tegye fel a kezét, hogy ki a főnök otthon, és akkor látom azt, hogy egy-két emancipált nő teszi fel a kezét, aztán ott bátorítom őket, hogy a fiatalok olyan kétkedve néznek rám, hát mondom, majd megtanulod a saját károdon, de mindig, egyezünk meg, hogy pokol az életünk, hogyha a nő úgy akarja, ugye? Igen. Tehát ezt mi tudjuk. Figyelj, ha nincs nő, akkor nincs tiszta ruha, nincs étel, nincs kitanul a gyerekkel. Jó, persze ez most szélsőség. Ormacskák nagyon... a lakásban szalad, igen, a konyha és egyebek. És sokan szokták mondani, hogy persze mi férfiak is segítünk, mert hát ez a szép szó, hogy mi segítünk a nőnek a feladatában. Nem, ez közös feladat kellene, hogy legyen, de mindig a nők. És hát minden társadalomban a nő és a gyerek az érték, ugye? Igen. Tehát igen. Főleg háborús időszakban. Figyelj csak, az, hogy ott a farkasok között tartasz te előadást a farkasokról, vagy hát, ahogy mondod, az emberekről. Ezt a farkasok élvezik, vagy ők tudják, hogy nekik most
szerepelni kell? Tehát olyanok, mint mondjuk egy filmben az idomított farkasok, hogy jó, na akkor most nem tudom, csináljunk úgy, ahogy itt a gazdi szeretné. Nem, nincs gazdizás, és nem, nincs idomítás sem. Motiválni lehet őket kajával. Tudom, hogy ez olyan, mint a cirkusz. Van, aki azért, hogy a kopasz embert mikor fogják a farkasok szétszedni, a másik azért jön, hogy a farkasok egymást mikor szedik szét, aztán a harmadik típus meg az, aki csak úgy ott van, oda tévedt, de őket motiválom. Igazából itt ők már nagyon unják az előadásokat, ha van egy kis pozitív megerősítés céljából zsebemben lévő kaja, akkor bohóckodunk. Nekem kell az ő hangulatukhoz alkalmazkodni, tehát ez egy alap dolog nálunk, hogy nekem kell az ő hangulatukat észrevennem, nem szabad rutinszerűen következetesnek kell lenni, mert egyébként az ember, hogyha nem következetes, akkor probléma van. Mert hány előadást bírnak ki a farkasok? Mert most nem téged kérdezlek, mert te gondolom, meg hát látom rajtad, hogy te annyit beszélsz reggeltől estig, akár alvás nélkül is, még éjszaka is. A farkasok mennyit bírnak? Hány előadás lehet, hogy hány ilyen, tehát mennyi fér bele egy napba ebből most a programból? Most egy hosszú előadást tartok, az elkezdődik 1 órától 3:45-ig. Aha. Tehát most nem jövök ki, korábban ilyen félórás etapok voltak, de most hála Istennek jó társaságok jönnek össze, és folyamatosan kérdeznek az emberek, és akkor maximum kimegyek egy kis tápér zsebembe teszem, és akkor a farkasok elülnek, leülnek, néha megjelenik egy kutyás, akkor ott egy kicsit froszlizom a kutyást, ha túl közel jön, és diszlexiás, és nem olvas el a táblát, hogy ide ne gyere, ugye, mert igaz, hogy kutyabarát hely vagyunk, de sokan hozzák Fifit rokonlátogatásra a Wolfihoz, de hát ott vannak a táblák, hogy ide erre a része ne üljenek, és akkor hát előre az ember ismeri a farkasok viselkedését, hogy viselkednek, és tényleg beigazolódik az emberek, meg ezt élvezik, hogy De hozzád be kell jelentkezni? Tehát, hogy tudnod kell, hogy hány ember jön, vagy te bármennyi embernek elő tudod adni ezt a programot, a Predator programot? Két-három embernek azért nem vagyok annyira motivált, de mondjuk, ha 10-15 ember már ott van, az nagyszerű beszélgetés szokott lenni, de van, amikor 100-an vannak, nem kell bejelentkezni, egész egyszerűen megveszik a jegyet, és meg is van hirdetve, hogy 1, 2 és 3 órakor kezdődik a Predator program, de hát én 1 órától tartom ezt 3:30-4-ig. Mennyi élvezet van ebben? Hát egyre motiváltabb vagyok, már csak azért is, mert sok tennivaló van ebben a témában. Tehát én azt hiszem, hogy eltelt úgy 10-12 év, hogy én komoly problémákat látok még mindig, tehát nem nagyon értjük a körülöttünk lévő világot, és most kezdődik problémássá válni, mert egyre több a farkas, haszonállattartók meg kell értetni, hogy megfelelő kutyák kellenek, megfelelő védekezési mechanizmus, kártalanítás fogalmát bevezetni, majd előbb-utóbb közigazgatási szinten. Tehát van tennivaló bőven, de egyre motivál, de az ember belevénül, és egyre empatikusabb vagyok. Megtanultam alázatos lenni. Ha most azt mondaná neked valaki, hogy figyelj, eleget foglalkoztál farkasokkal, de probléma van, és akkor mondhatnánk bármi állatot, akkor mi az, ami még téged ennyire vonz, vagy melyik az az állat, amivel ennyit tudnál foglalkozni? Van-e? A medve. Jó, de hát az is ott van. Az a szív. A medve és a farkas, kész? A medve és a farkas. Csodálatosak, minden nap új. Egyszer megkérdeztem, hát aki a könyvet írta, a dr. Fodor Kinga adjunktus, megkérdeztem, hogy Inga, ez normális dolog, hogy minél több időt töltök velük, egyre kevésbé értem őket. Mondta, hogy teljesen normális, ez más szakterületen is így van. Tehát minél többet tudsz, annál inkább kevesebbet tudsz. Igen, visszahúzódik az ember. Csodálatos a világuk. Tehát én elégedett vagyok, és boldog vagyok, hogy beengedtek oda anno, és ők is beengednek maguk közé még. Wolf Pista a mai beszélgető társam, aki a Veresegyházi Medve Otthonban a Predator program előadója, vagy stand-uposa, ahogy te fogalmazol, és annyiszor mondtad már, hogy azzal tudod motiválni a farkasokat, hogy adsz nekik enni. Mit teszik a farkas, főleg, hogyha most majdnem kimondtam, hogy fogságban van, de nem fogságban, hanem hogy nem szabadon él. Ez, hogy fogalmazod ezt meg jól? Ez jó ez a kérdés, mert sok olyan radikális emberrel sikerült már beszélnem ott a medve otthon területén, hogy miért nem engedjük el őket. Azért nem engedjük el, mert emberhez szokott farkas, valószínűleg az első bevásárló centrumba menne szatyor vizitre, medvét meg még inkább nem engedhetünk el, tehát ezt nevezhetjük fogságnak, de ez egy mentőhely, ezt ne felejtsük el. Tehát mi nem egy hagyományos állatkert vagyunk. Tehát nem elveszitek a szabadon élő farkas anyától a gyermekét erőszakkal, hanem azokat mentitek meg, akik amúgy elpusztultak volna. És ott született, és már ott született állomány, tehát a medvék is egy ott született állomány.
Mit esznek? Húst. Sokaknak újat mondok ezzel. Hát ezért hadszed, ha nem. Tehát volt olyan szülő, aki komoly grafomán módon több oldalas levelet írt, hogy most mit mond ő a gyerekének, mert éppen egy nyúllábbal a szájában látott egy farkast. Hát én válaszoltam pikért módon, hogy anyuka, ezt önnek fel kell dolgozni, miattunk a húsvét nem marad el. Tehát húst eszik. De az, hogy milyen húst, azt te döntöd el? Nem. Vagy ő? Van egy a farkas? Ő nem döntheti el, tehát itt hát jó, de mondjuk nem eszi meg, ha nem tudom, macskát adsz neki, csak mondok valami, de rettenetesen hülyeséget. A macskások most fel. Vagy nem eszi meg, ha lovat adsz neki. Ő csak marhát, ha vagy nyulat hajlandó enni. Csak mondom, nem, ilyen. Tehát ilyen kulináris élvezetekben ő nem gondolkodik, mindent megeszik, ő az egyszerű kétértűtől kezdve a szarvasig mindent, de ami a medve otthonban van, az nyúl, és a nyúl az kiváló takarmány, mert ugye félig megemésztett zöldféle is van benne, és hát a nyúl az egy bejáratott takarmányozás, amióta a medve otthon megnyitott. Akik nagyon-nagyon szeretik a kis cuki állatokat, azok most félve figyeljenek, hogy akkor a nyulakat ti ott azért tenyésztitek? Nem. Hogy megetessétek vele a farkasokat, vagy azt valahonnan veszitek, akik kifejezetten azért tenyésztik, hogy nektek eladhassák, hogy a farkasoknak legyen mit enni. Honnan szedtek ennyi nyulat? Nem, ez arról szól, hogy vannak nyúltelepek, ahol van sérült nyúlállomány, levágott állapotban kerülnek hozzánk, és az úgynevezett takarmány. Tehát nem élő állatot kell a ketrecben kergetnie hát a farkasnak. Ez elég furcsa, mert bár sok látogató azért kidület szemmel végignézni szerintem, tehát azért ez sokszor bennünk, néhány emberben benne van, de nem lenne sportszerű, mert villanypásztor van, kerítés van, és az elég furcsán néz neki, hogy szikrázik a nyúl füle, aztán a farkas szeme, mert hozzá, ugye áram van a kerítésben, aztán a gondozók keze is szikrázik, tehát miért, bocsánat, megint zárójel, miért van áram a kerítésben? A farkas miatt, vagy az ember miatt? Ez egy jó. Te olyan kérdéseket teszem, ami nagyon jó. Hát ugye... Ez a dolgom, kíváncsi vagyok, hát ne viccelj már. Hát belülről van a kerítés, sem elválasztva, hogy nem ásszanak ki az állat. Bár most már azt mondom, hogy evolúciós szinten kezdünk egy mélyrepülésbe. Van egy kiugrásgátló, ami befelé van a farkasok felé, fogva, azt már ki kéne fordítani. Tehát volt egy történet... Mert hogy be akarnak menni. Hát azért sok olyan furcsa ember van ám. Hát Németországban 6-8 állatkertbe a Knut kultusz volt, annól a kis jeges maci, aki megszületett, és Isten hozzá, már gondozója sem él, annyi plusz Knutot adtak el, jeges medvét a németek, és 6-8 állatkertbe beugrottak, voltak aki 6 jeges medve közé beugrott. Igen, az a baj, terjengenek a neten ilyen videók, hogy a gorilla mellé csak egy fotót akart vele készíteni, meg nem tudom, és aztán... Ez furcsa dolog, tehát ez a cukizós történet. Hát én nem ezt a jelzőt használnám, nem a cukit. Rádióban vagyunk. Ostoba. Jó, ostoba. Ez így megfelel, igen, nem? Igen. Na, bocsánat, zárójel bezárva, hogy a villanypásztor az védi az állatokat az embertől, és az embert az állattól. Ez jó, igen. De hogy a nyulakat akkor tulajdonképpen már levágott formájában, nem élő formájában kapjátok meg. Csak nyúl? Nyúl, és hát ami még jön, tehát ha elhullik egy ló, és felajánlják, és nem kellett elaltatni, hanem természetes halált halt, akkor őt. Nem válogatnak. Nem válogatnak. Szerint. Az eszközökben sem, és a takarmányban sem. Mindent megesznek. Ilyen Jack London regények, meg filmek alapján gondolom, hogy a lovat azt szeretik a farkasok. Nem, mindent megesznek. Nem hiszem, mentek ilyen nagy lovas fogatokkal a téli erdőben, és meglátták a hely tetején a farkasokat, és hogy úristen, mi lesz a lovat, most meg fogják enni a lovainkat. De valószínűleg nem azért, mert a lovat akarnak enni, hanem mert végre hús. Így van, és hál' Istennek embert nem. Tehát embert azért, nem. Azért azt el kell mondani, hogy az elmúlt 50 évben 20 farkas támadás volt. Itt Magyarországon? Nem, dehogy is, nem, Európában. Amerikát hagyjuk, az a mesevilága. Egész Európában az elmúlt 20 évben, 50 évben 20 farkas, abból 5 halálos. Szerintem abból 3 stroke szívrom, 2 meg leestem a szikláról, mert jött a bazi nagy kutya. Tehát, és a 20 támadás arra vezethető vissza, hogy sokan úgy gondolják, hogy ők Amerika kapitányok pajzs nélkül, és ők majd megfogják a nagy kutyát, akiről kiderült, hogy farkas. Tehát sarokba, ha szorítanak bennünket, mi is védekezünk, a farkas is. Provokálják az emberek az vadállatokat? Hogyne. Hát most például egy friss felmérés szerint Sveháttól Gibraltári szorosig 1600 tigrissel élnek együtt az uniós állampolgárok. Tehát ez egy betegség. Na, ezzel folytassuk, mert engem ez nagyon érdekel.
hogy te erről mit gondolsz, meg hát ha én is elmondhatom, hogy mit gondolok. Wolf Pistával beszélgetünk, és mondtad, hogy Sveháttól Gibraltárig 1600 tigrissel élnek együtt az emberek. Ez Európa, tehát hogy bárhogy is nézzük, és képzelem el a térképet, tehát Európában úgy él 1600 tigris, hogy otthon valakinek a kertjében, lakásában, mert vannak itt is, Magyarországon is magán, hogy mondjuk ezt, magánállatkertek, ahol... De az engedélyhez kötött. Ahol engedélyhez kötött, meg nyilván ők is állatvédők, nagyon szeretik az állatot, valahonnan megmentette, nem, vigyázz rá. Állattartók. Ők állattartók, jó, majd akkor erről külön is beszélünk. De akikről te beszélsz, azok otthon élnek, tehát azokhoz nem lehet bemenni jegyvásárlással megsimogatni a tigrisnek az aranyos buksiját, hanem az ember azt gondolja, hogy majd a tigris fog engem megvédeni, vagy miért él együtt egy vadállattal egy ember? Te mit gondolsz erről? Kérdezzük meg Mike Tyson, miért volt neki tigrise. Tehát, az is csak volt, film. Illetve? Nem, volt neki. Volt, de hát igazából... Igen, azt el is lopták másnaposokban. Motiváltak az emberek valamiért, tehát szerintem a szélsőségek fej, unjuk már a kutyát, macskát, vadászgőnét. Hogy lehet megunni egy kutyát, meg egy macskát? Mert így gondolkodunk, ki akarunk a tömegből lóni. Különleges akarok lenni? Persze, lenni. Hogyne. Hát mondom, én könnyen, aki medvék, farkasok között élem az életem, de vannak ilyen emberek. De nem viszed haza őket. De hogy viszem, eszembe sincs, mert tudom, hogy mennyire veszélyes, és... Na. És hát van, aki ágyba párnák közé viszi ezeket az állatokat. Persze. Pumát, minden. És ugye hát ehhez az kell egyébként, hogy renyhe, tunya jogszabályok legyenek. Magyarországon tökéletesek a jogszabályok, tehát tilos mindenféle veszélyes kategóriába tartozó állatot tartani. Nagyon helyesen. Ha tilos, akkor nyilván nem is tartanak. Hát. Hát ugye mondjuk itt van a kiskunhalasi fekete párduc, ugye beszéltem ott a helyi illetékesekkel, megkérdezték, hogy mi a vélemény. Mondtam, hogy 50-50%, tehát ott már 80-as években a puszta rémét keresték, de hát koboztam én tolmáson a 31-es főúttól 200 méterre úgy élt 17 évig egy dömenévre hallgató medve, mint Marci Hevesen, és senkinek nem tűnt fel, hogy ott egy fokozottan védett veszélyes csúcsragadozó él. Most megint a Bolzolit fogom mondani, hát aligátor teknős sem lehet tartani, aztán mégis mennyit fogott már be a Bolzoli? Unjuk, ráununk, elengedjük, és aztán nem szólunk a hatóság, mert most ráadásul ilyen NAV adómódjára behajtható bírságokat szabnak ki, tehát itt több millió. De hát akkor ez nem a tudatlanság, hogy szerettem volna egy cicát venni, de tigris lett belőle, tehát ez nem az, mert az aligátor teknősnél még előfordul. De hogy benéztem, hát benéztem. Hát igen, hogy hát nem, nőtt, nem. Nőtt, hát nem gondoltam, hogy ekkora lesz, tehát hogy élesebb a foga, mint a perzsa cicának. Bár lehet, kicsivel. Hogy urbán legenz, de valamelyik állatkertbe lehúzott egy-két évet egy jegesmedve, úgyhogy áthozták, mint komondor, tehát Kínában most egy férfi járja a médiát, hogy három tibeti masztiffként tartott, fekete medvét tartott, holdmedvét, tehát annak furcsa emberek, nem járnak környezetismeret órára. Az, hogy te ott élhetsz, vagy ott dolgozhatsz együtt ezekkel a vadállatokkal, nyilván sokkal jobban rálátsz az ő életükre, mint bárki más. Hányan vagytok ti itt Magyarországon, akik így ekkora elánnal, vagy ilyen közelről tudjátok, ez a jó szó, ilyen közelről tudjátok nyomon követni a vadállatoknak az életét? Hát egyrészt minden állatkertben dolgozó, uh-huh. De aki így medvében, farkasban, szarvasban otthon, az a nagyszerű barátom Horkai Zoltán, a nagyon híres uh-huh. hollywoodi filmekhez, a légytől pingvinen át medve, farkas, szarvassal foglalkozó állatkoordinátor barátom. Tehát ő igenis érti a szakmát, és én nagyon sokat tanultam tőle. Ő sokkal korábban kezdte, még annó Ósa Józsefnél, akit uh-huh. említettünk a legelején. Ha már említed azokat az embereket, akiktől te tanultál, te tovább tudod adni? Van kinek tovább adni? Van érdeklődés? Mert hogy előbb-utóbb még van mondjuk még 60 éved, és aztán előbb-utóbb át kell adni valakinek a stafétabotot. Hát a 9 éves fiam már farkasokat nevel, de most a szakdolgozatát például a medve otthon építésből írja a közgázon, de hát ha arra gondolsz, hogy vannak-e motivált emberek, vannak. A korunk világára jellemző az influencer, ugye? Már én azt mondom, hogy igen, ez egy influencernak egy válfaja, mellékhatása. Most a suttogás a divat, tehát a suttogók a divatosak. Az elmúlt jó pár évben 4-5 gyereket hoztak hozzám a szülők, hogy nézzem meg, hogy a gyerek suttogó-e.
Nem akarom bántani a szülőket, de én mindig lelohasztom őket. Tehát valamikor a szülő meg akarja az ő gyerekkori álmát valósítatni a gyerekével, és aztán látom, hogy a gyerek fél, undorodik a szőrtől, de én azért mindig beviszem őket, de hogy kinek adja át az ember, szerintem én egy aranykorban kezdhettem el farkasozni, medvézni, én a kommunikációt felvállaltam, és ameddig lehet, és a farkasok és a medve otthon engedi, addig végzem ezt a feladatot, de így nem célom, hogy átadjam. Oké, de ha neked nem is célod, a felelősséget érzed? Nyilván, hogy te megtanultál valamit, tudsz valamit, amire szüksége van azoknak az állatoknak, akik ki vannak szolgáltatva, mert valószínűleg sokan vannak, és lesznek is mindig olyan állatok, akik wolfpistákra bíznák csak az életüket. Szkeptikus vagyok, a farkasnak mindig is ilyen rossz lesz a megítélése. Tehát vagy átesünk a gömbölyüló túloldalára és csillámpón is rózsaszín ködben képzeljük el a vadállatok helyzetét, vagy pedig nagyon gyűlöljük őket. Vagy semlegesek vagyunk, ha nagyon urbánus városnak vagyunk. Szilágyi István, vagyis Wolf Pista a vendégem, és egy fél mondattal már utaltunk arra, hogy van egy könyved, Vadak között szabadon, ez a te könyved? Mondtad, hogy kiírta, de mégiscsak rólad szól, ott van a neved fellül. Hát egy harcos társnőm, dr. Fodor Kinga írta a könyvet, és hát azért írta ő, mert ő nyüstölt engem nagyon sokáig, talán 2014-ben kezdte el, hogy hát az én életem állítólag érdekes, és ezt az én sztoriaim érdekesek, hiszen állatvédelmi történetek is vannak benne. Van benne ugye természetesen farkas-medve történet is, és ezt érdemes lenne megírni. Hát én mindig ezt elódáztam a dolgot, mert nekem jobb volt ott medveszőrösen, farkasszőrösen közöttük járni, nem volt erre időm, és aztán hát a sors úgy hozta, hogy hát covidos is lettem, és tényleg nem tudok írni azóta, tehát alig bírok nyomtatott betűkkel írni. De ez a covidnak a hatása? Hát igen, ez valahogy így megmaradt, hogy nyomtatott betűkkel. Nem etetsz meg, előtte se tudtál írni biztos. Akkor nem tudtam, jó. Sőt, diszlexiás, diszgráfiás is vagyok. Nem is a Kingának én, hát mint az Eli könyvet, tudod, a vakember, aki lediktálja a Bibliát, hát Kingával így interneten keresztül FaceTime-on. A legtöbb sztár, akikről megjelenik egy könyv, azt nem ők írják, hanem van egy újságíró, vagy valaki, aki már írt könyvet, és akkor beszélgetnek, és akkor az, aki képes erre, hogy leírja, meg a kimondott beszédet, az élőbeszédet írott formában érdekessé legyen. A legtöbb könyv így születik. Persze. Nem kell szabadkoznod, hogy ezt nem te írtad a saját kezeddel, hanem valaki leírta ezt a te Kinga, gondolataidat. Kinga írta rólam, és hát gyakorlatilag én azt hittem, hogy ez az égvilágon senkit nem fog érdekelni, és hát ugye az Open Books-nak ez nagyon tetszett valamiért, talán azért, mert egy olyan világra világít rá, ami sokaknak ismeretlen, mert a Kinga is, meg én is ugye állatos világban mozgunk, ő állatorvos, tanít az egyetemen, hát sokaknak biztos érdekes lesz. Figyelj, ha megengeded, akkor én felolvasok a hátuljáról két-három kérdést, ami ott van, hogy hogyan neveljünk fel árva kölyök farkas vagy kölyök medvét. Tehát, hogy ha már erre megvan a válasz, akkor az már érdekes lehet. Hány ember kell egy panellakás 10. emeleti ablakának redőnye alá beszorult denevér kimentéséhez? Ezek szerint akkor nem csak farkas, nem csak medve, hanem a te azt megelőző életedben, de lehet, hogy még most is, akár állatmentéshez is, vagy állatmentésre is alkalmas vagy. Már csak farkasozom, medvézem és dolgozom, de természetesen ezek a történetek valós történetek, és hát ezek az elmúlt életemnek azon része, ami így különleges. Tehát ezek napi problémák, tehát aki városban lakik és redőnyt szeretett, tudja azt, hogy 10-en, ha ott vannak a denevérek és bejönnek éjszaka, akkor mit kell azzal csinálni, ugye? Tehát el kell onnan távolítani, de hogy távolítsuk el? Hát Batman-t nem hívhatjuk, ugye? Hát meg a legtöbb ember ugyanúgy fél a denevértől, mert a denevérnek sincs jó híre, mert kiszívja a vérünket, beleragad a hajunkba, tehát annak nem, is van egy csomó. Most már szimpatikus a Marvel sorozat, pont ma lesz az egyik filmben. De nyilván, hogy persze. A legtöbb ember azért a denevértől, mint minden állattól, hát még a kutyától is félünk, sőt, még a macskától is. Megskalpol bennünket a denevér, és lecsapja a hajunkat. Igen. Igen. Én ezt most bevallom neked, meg a hallgatóknak is, hogy amikor még tini voltam, és Szekszárdon éjszaka mászkáltam haza, valahogy nagyon sok denevér volt ott, vagy azon a környéken, ilyen régi házak között mentem biztos, és a padlásokon ott éltek, és én akkor hosszú hajam volt, és mindig úgy mentem, hogy a kezemet rátettem a fejemre,
hogy ne tudjanak a hajamba belekapaszkodni. Mert állítólag, ha az a hajba belekapaszkodik, akkor az csak ollóval lehet levágni. Tehát, hogy annyira bele válja a kis az a lentkerekes harmai... kis autó, amit a hajadba betesznek, és az tényleg ollóval lehet. A rágó az ragad bele ennyire, de igen. Jó, tehát, hogy akkor ebben a könyvben ezek a történetek benne vannak. Benne vannak. Szilágyi István, vagyis Wolf Pista a vendégem, ugye a beszélgetésünk apropója egyrészt, hogy ezer éve ismerjük egymást, másrészt, hogy végre valahára ilyen hosszan meg tudunk téged ismerni, és van egy könyved a vadak között szabadon. Ami még érdekelne engem, és ez próbálom úgy, hogy ne bántsak meg senkit vele, hogy aki állatvédő, az tud állathúst enni? Tehát, hogy te eszel húst? Nyilván medve és farkas húst nem fogsz enni, de azt senki nem eszik. Miért ne ennék? De nem eszem. Eszem húst egyébként. Vegán voltam még annak, amikor nem volt divat a egészséges élet, csak aztán nagyon lefogytam, sportoltam, és... És akkor kellett az és lementem nagyon mínusz súlyba. Mit sportoltál? Karatéztam, de ez egy ilyen mellékvágány az életemben. Ez mindig is fontos volt azért. De hát manapság már azt mondják az igazi kemény állatvédők, hogy az állatvédőnek nem szabad húst tenni. Tehát kezdünk egyre ilyen szélsőségesebb, radikálisak lenni. Próbáljunk meg tudatosan vásárolni. Minimális húst fogyasztok természetesen, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz irány, hogyha így közelítjük meg a dolgokat. Mármint, hogyha nem... Mert a növénynek is fáj csak azért. Igen, csak... Ezért most nem fognak szeretni nem, ezért a beszólásra. Nem, csak ezt szokták mondani, hogy a növénynek azért nem tudunk belenézni a szemébe, meg neki nincs lelke, vagy nem ismerjük annyira meg, mint egy állatot. Ezt én most azért mondtam, mert van egy olyan fogalom, hogy vegán kutyázás egyébként. Vegán kutyázás? Így van. Az mit jelent? Hát egy rendes vegán embernek vegán párja van, és vegán a kutyájuk is, és akkor... Tehát a kutyának sem adnak teszik. Húst? Nem. Van panziós ismerősöm. Uborkát? Pandémia előtt igen, vittek hozzá jó pár vegán kutyát, és szeretelven gyönyörű adagokban dinnye, sárgarépa, uborka, és hát ugye bizonygatta a tulajdonos, hogy eszi az állat. Hát nem akar éhen veszni, persze. Hát a kisebbik fiam 14 éves imádja a borsót, úgy nyersen, kibontja és eszi. És ma például a kis 7 éves spánielünkkel ette együtt. És a spániel is megette, tehát nem volt vele gond, meg van egy, lakik a kertünkben egy görög teknős, neki paradicsomot szoktunk adni, és azt is megeszi a kutya. Tehát képes megenni, de hát ha csak ezt tenné... Hát akkor leadná a szerelést nagyon, nagyon hamar, tehát én szerintem ez az állatkínzás egyik meleg ágya, hogyha e felé hajlik a világ. Hát furcsák vagyunk, nem akarok senkit bántani, természetesen mindenkinek a saját szíve joga, hogy mit fogyaszt, de ne legyünk, nekem például, hát a Dóra például a te párod, akivel vegetáriánusként kezdte, aztán vegán lett, de ő a normális maradt. Tehát nem a dühös, húszabáló utálat van benne, és nem a kirekesztő, és fújol a társaságból, hogy fúj, te hogy bírod ezt megenni. Tehát gondolom, ez a rádióhallgatónak ismerős ez a típus. Ő szép csendben ezt tudomásul vett, és meg saját magáért csinálja, nem azért, hogy demonstrálja a mások előtt, hogy ő mennyire jó fejlett. És kirekesztő, és nem tud, és szerintem ez picit arról is szól, hogy nem tudunk magunkkal mit kezdeni, mert szörnyű világot élünk sajnos, tehát az tudomásuk kell venni, hogy 8 milliárd embert nem lehet normálisan etetni. Oké, ezt most akkor rendet tettük, hogy te eszel állati eredetű hús termékeket. Tartasz-e otthon állatot? Hát hátrányos helyzetű állatokat természetesen. Van egy váron indítható csivavám, őt Zorkának hívják. Váron indítható csivava? Hát, igen, ő egy ilyen csivava. De ez mit jelent, hogy hátrányos helyzetű, hogy valahol meg kellett menteni? Hogy egyrészt mentett kutyák, de hogy van ideje az embernek, hogyha farkasozik és hazamegy, és a mai napig nem érzik azt a szagot, hogy ez micsoda? Na hát pont ezt akartam kérdezni, és bemész a farkasok közé, és érzik rajtad, hogy te otthonról hozol magaddal valamit? Persze, mert a farkas... Tépik le a nadrágodat. Hogy... Nem tépik le, tehát ők nem hülyék, tudják azt megkülönböztetik, hogy a szag a szag, valahol felszedtem, jó vagy nem jó, de én vagyok. És akkor van még egy Stinky nevű mentett kutya, van egy lepukkant vidéki rokonunk, aki most került hozzánk, egy Szotyi alias Bogyó nevű csípőtörött, mert egy tenyészetben ráléptek a medencére, és eltolódott, és hát mi jó macskások vagyunk, mi bent tartjuk Vacakot, és a másik, nem jut eszembe a neve. Nézd oda,
És a farkasoknak eszedbe jut? Van neve a farkasoknak? Hogyne, a farkasoknak van nevük, hiszen ha beszélünk róluk, akkor valahogy nevezni kell őket, de nem hallgatnak a nevükre, illetve, mint a rossz gyerek, én azt szoktam mondani, de nem bizonyított, hogy hallgatnak a nevükre. Peti, bocsánat, a másik macska. A macska Peti. Figyelj csak, megint vissza a farkasokhoz. 12? Azt mondod, 9 farkas, csak valahol összekevertem a számokat, annyi számot mondtál már, 9 farkas. Nyilván a laikusnak, ha én oda megyek, azt mondom, farkas. De hogy melyik a Rozi, meg a Gizi, meg a Peti, meg a Sanyi, azt én nem biztos, hogy meg tudom különböztetni. Hasonlítanak egymásra? Vagy mitől? Miben különböznek inkább egymástól? Hát egyrészt külsőleg különböznek, abszolút. Más a testalkat, más a szőrszín, más a, és a viselkedésük is abszolút más. Tehát minden egyes farkas önálló egyéniség, és ez már egészen pici korban, 3 hónapos korban is megmutatkozik. Tehát ők így külsőre egyformának tűnnek, de nem azok. Beszéltünk itt most arról, hogy arról is, ha valaki csak éppen véletlenül most kapcsolódna be, hogy nagyon sokan vannak, akik otthon vadállatokat tartanak. Ti is adtok egyfajta illúziót, hogy oda lehet menni a medveotthonba, és lehet etetni a medvét. A farkasokat lehet etetni? Tehát olyan van, hogy én adok valamit a farkasnak a szájába? Nem. Ehhez mi ragaszkodunk. De hát most sokan, például ma azt hiszem a standard az az uborka volt, uborkákat szedtem ki a kifutóból. Hiába bedobálják neki? Hát persze, mert úgy gondolják, meg mondják, hogy gyere ide kiskutya. Szóval vannak furcsa emberek, de dobálják be a sárgarépát. Hát bennük van a tenni akarás, csak ne így. Tehát hiába van ott tábla, de hát ott a tábla veri a homlokát a látogatónak, de azért bedobálja. Ezek az állatok, akikkel ott foglalkoztok, meg általában az állatkertben élő állatok nem vezethetők vissza a vadonba sehogy. Egyáltalán nem, tehát ők az embert ismerik, és hát keresnék az ember társaságát. Úgy, ahogy a cirkuszi vadállatokat sem lehet visszavinni a természetbe. Ahogy ezt sokan gondolják és remélik, de sajnos ez nem így van. Ez viszont nagy felelősség, hogy akkor neked nincs szabad napod, nem mehetsz el 10 napra a tengerpartra, de még 2 napra a Balatonra sem, mert akkor ki fogja megetetni, vagy ki fog foglalkozni velük, amíg te pihensz, nyaralsz. Nem kell velük foglalkozni, ott nagyszerű kollégáim etetik őket hétfőn, szerdán, pénteken, én már csak stand-upolok hétvégenként, azt viszont nem hagyom ki. Tehát az első másfél év, ami meghatározó egy farkassal való együttlét, szándékosan nem mondom a nevelést, az meghatározó, az az imprintáció alfája, omegája, onnantól kezdve, ha mondjuk nem találkozom azzal a farkassal 10 évig, ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk 10 évvel korábban, tehát ez egy érdekesség. Szokták mondani a kutyákra, hogy nem feltétlenül teszi jót nekik, hogyha több gazdájuk van, tehát egy családban mindig ki kell jelölni valakit, aki a kutyát kezeli, meg leginkább ő a gazdi. Hogy van ez a farkasoknál? Hány gazdája lehet, vagy hány emberre hallgatnak? És akár a medvékkel kapcsolatban is kérdezhetem ezt. Nem hallgatnak, nincs gazdája, ők önálló. Nem tudom feltenni, megtalálni azokat a szavakat, aki, érted, hogyha valami, nem tudom, gond van, akkor ki az, aki tud neki szólni, na, álljatok meg. Tehát aki, hány ilyen ember ilyen van? Ilyen sincs, hogy megáll, mert ő megy, ha akar. Nem szólunk vele az életükbe, de viszont mondjuk, ha gyógykezelést veszünk alapul, akkor hát természetesen a Dórával, akiket neveltünk, azokat mi meg tudjuk fogni, oda jönnek hozzánk. Sajnos ez egy nehéz karma, a medve otthon dolgozóihoz nem jönnek oda azok a farkasok, akiket mi neveltünk, mert ők félelmetes emberek, mert náluk félelmetes söprű van, farkasszalszedő, lapát, villa, talicska, csavar, behajtó, ő hozzájuk nem jönnek oda az állatok. Hozzánk oda jönnek, és annak ellenére, hogyha szintén mi is ezekkel az eszközökkel ott vagyunk. Tehát ez a kötődés, ez bevésődést jelent, ez az imprintáció. Amikor te elmentsz, vagy ti elmentek mondjuk külföldre. Nem mentek. De 12 mondjuk, éve nem megyünk. De ilyen sincs, hogy tanulmányút, hogy esetleg tudomást szerzel arról, hogy van valami hasonló ember a nagyvilágban, aki ugyanazt csinálja, mint te, csak mondjuk Kamcsatkában, vagy nem tudom, Bécsben. És akkor eszmét cseréltek, hogy te hogy csinálod? Egy nagyszerű embert szerettem volna annól meglátogatni, de meghalt. Nem azért, mert kimentem hozzá, Werner Freund, ő a nagymester, ő a belga-német határnál Merzig városában
kezdett el egy nagyszerű dolgot, és én példaképemnek tartom őt, mert ő nagyon komoly kommunikációt végzett a német társadalomban ahhoz, hogy ugye Lengyelországból átjöttek a farkasok, és elfogadtatta a német társadalommal, és most gyakorlatilag 200-250 farkasa van a németeknek abban a nagy országban. És hát ott voltam kint egy ilyen tanulmány után, és hát akik átvették az ő otthonát, farkas otthonát, ami szintén ilyen bemutató kommunikációs központ, azokkal a szakemberekkel jóba vagyok. És már hozzád jönnek tanulni. Igen, illetve medvésekkel vagyok jóba, hiszen az elmúlt 10 évben, ugye az alapítványunk is medvementéssel foglalkozik, és az elmúlt 10 évben 10 medvét hoztunk külföldről. Mert sokat kell menteni. Örülök, hogy beszéltünk, mert kicsit rendbe raktuk a dolgokat, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokan tévesen azt hihetik, hogy az ilyen otthonokban, ahol gondozzátok, ápoljátok, vigyázzátok ezeket az állatokat, csak azért viszitek oda, hogy a belépőkből nektek pénzetek legyen. A medve otthon annyiban különleges, hogy ez egy mentőhely, és így is kell rá tekinteni, és ez a jövő. Egyre inkább Nyugat-Európában is állatkert ellenessé válnak az állatvédők is, és a társadalom is, tehát a mentőhelyeknek van jövője, és sajnos kell is sorra nyitni őket. Most ugye a cirkuszi tilalom miatt franciák építenek egy elefánt mennyországot öt elefántnak, tehát sorra épülnek ezek a menhelyek. Helyes. További jó munkát. Mi a siker neked? Akartam mondani, hogy sok siker, de mitől vagy te sikeres, vagy mikor vagy sikeres? Gondolom, ha sok fogy a könyvből, de most nem. Ott a munkádban. Hát ha elolvassák a könyvet, az nekem megtisztelő. A munkámmal kapcsolatosan én azt mondom, hogy ne legyen nagy társadalmi konfliktus, és ne legyen cukizás. Tehát az arany középutat keresse meg mindenki, ami az állatokat illeti. Tehát ne azt mondja a sajtó, a média, hogy kóborló medve van Pest megyében. Mi az, hogy kóborló medve? A medve az jár, kell. Az egy medve. A kóborlás az más. Azt jelenti, hogy valahonnan valaki akinek a medvéje volt. Nem, itt jönnek, mennek, és fogadjuk el ezt a tényt. Lehet, hogy szürreális, hogy az erdőkertesi bevásárló centrum mellett láttak egy medvét, de hozzá kell szoktunk úgy, hogy az őzekhez, szarvasokhoz, és hát nem cukik ezek az állatok. Tegyük fejben helyre ezeket a dolgokat. Wolf Pista, Szilágyi István, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió.